Márciusban indult Topolya községben a projektum, melynek keretében mintegy 300 idős személyt vizsgálnak meg. A falun élőket a Vörös Kereszt kombiával szállítják Topolyára. Az ellenőrzés azért is fontos, mert van, aki már 30 éve nem járt orvosnál. Utoljára 81-ben voltam. Az is baleset véget voltam orvosnál. Már elég régen voltam orvosnál, mert gyógyszereket szoktam szedni, azt kiírassák, és akkor így nem kell orvoshoz mennem. Eddig a bogarasi és a brazíliai lakosokat vizsgálták meg, most a kavilói idősek ellenőrzését végzik. Egy vérvétel ezektől az emberektől, majd utána EKG vizsgálatot csinálunk, megmérjük a testsúlyukat, testmagasságukat, a derékbőséget. Az idősek szállítására és vizsgálatára az Egészségügyi Minisztérium 1.100.000 dinárt biztosított a topolyai intézménynek. A cél a hátrányos csoportok segítése. Akik olyan kis településeken laknak, amelyekben nincsen egészségügyi intézmény, és ismerve a mai közlekedési viszonyokat, ez egy jelentős hátrányt jelent. Az egészségügyi vizsgálatok után az idősek a napközi otthonban előadáson és foglalkozásokon vehetnek részt. Ebédet is biztosítanak a számukra, majd haza is szállítják őket. A vizsgálatok eredményeiről később kapnak tájékoztatást.